Nagy szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit a Lélekemelő című vallási műsorunk kezdetén. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban folytatjuk János evangéliumának olvasását, annak az evangéliumi szöveg résznek elemzését, amely a 12. fejezetben található, és a zsidók hitetlensége címet viseli. Ez a szakasz, amely a 37. verssel kezdődik. A zsidók hitetlensége megállnék ennél a címnél, a hit és a hitetlenség jelenségének elemzésével, ugyanis fontos ebben a műsor folyamunkban erről is szót tejtenünk, amúgy is Célkitűzésünk az, hogy fogalmakat tisztázzunk, de a fogalom tisztázás sorában nyilván az elsők között szerepel a hit fogalma, a szentírás megfogalmazása szerint a hit a nem látható dolgok igazolása. Amit látunk, az már a tapasztalás világa. Vagyis amit az érzékszerveinkkel meg tudunk ragadni, az a tapasztalati világ, és a tapasztalati valóság, a tapasztalás maga, vagyis a kézzel fogható bizonyságszerzés. Amit nem látunk, ami rejtett valamilyen oknál fogva, az a hit tartozik. Most még nem kell kifejezetten az Isten hitre gondolnunk, gondoljunk csak az emberi valóságra, az emberi személyre, önmagunkra, illetve a másik emberre, gondoljunk az emberi kapcsolatainkra, és tűnődjünk el azon, hogy az emberben is van az, ami nem látható. Hát nem látható a gondolat, nem látható a bennünk lévő érzelem. Mindezeket kifejezésre juttatjuk magunkból, közöljük ezeket magunkból, jelét adjuk a gondolatnak, az érzelemnek, jelét adjuk a szeretetnek, mindannak, ami bennünk van. Ezért olyan fontos, hogy testben élünk és éljünk, és így. Továbbadjuk mindazt, ami bennünk láthatatlan, és amikor ez megtörténik, akkor már bizonyságot szerzünk egymásról, vagy bizonyságot adunk másoknak önmagunkról. Ha pedig ezt nem tesszük, akkor mindez rejtve marad. Rejtve marad a gondolat, rejtve marad az érzelem, rejtve maradhat maga a szeretet állapota, aminek nem adjuk a jelét. És mi marad, mint a bizalom, a hitnek az előszobája, mert a hit az bizalom, elfogadás, a nem látható dolgok igazolása, elfogadása. Az Istennel kapcsolatban is a hit az nem más, mint az Istenbe vetett bizalom. Az ember részéről a megnyílás, hogy elfogadom a természet felettit, elfogadom a végtelen örökkévaló Isten létét, szeretetét, neki tulajdonítom mindazt, ami jó az életemben, vagy a saját létemet is neki tulajdonítom, mint teremtőmnek. Ez bizalom, tehát ez a hit előszobája, vagy egy, mondhatnánk azt is, hogy egy párhuzamos fogalom a hit mellett. Az embervilágban, emberi kapcsolatainkban a bizalom játszik szerepet, amikor mások felé fordulunk, és, és meg akarjuk nyugtatni magunkat a másik személye kapcsolatban, aki nem ad jelet magáról valamilyen oknál fogva. Nem mondja ki, hogy szeret minket, nem mondja el a gondolatait, vagy nem fejezi ki az érzéseit, érzelmeit. Nyilván egy korábbi tapasztalásra hivatkozva alakul ki az ilyen emberekkel, vagy ilyen helyzetekben a bizalom állapota. Tehát azért kell egy alapvető és, és megelőző találkozás, vagy egy a bizalmat megalapozó állapot. De a bizalom az bizalom. Akkor kell, akkor kell megmutatnunk a bizalmunkat, amikor esetleg hiával vagyunk a másik ember közlésének. Nem adja mindig jelét a szeretetének. Mégis bízunk abban, hogy ő szeret bennünket. Nem mondja el mindig a gondolatait, mégis bízunk benne. Illetve abban az állapotban bízunk, hogy ő, ő jót akar nekünk. Hogy szabad nekünk hinni benne. Még akkor is, ha nem közli, akkor is őszinte velünk. Valamilyen oknál fogva nem mondja el, amit elmondhatna. Vagy azért nem mondja el, mert nem mondhatja el. Mert valami titokról van szó. Szóval, tehát sokféle helyzet lehet. De. Ha nem közli valaki magát, attól még bízhatunk benne, még akár úgy is, hogy nincs meg az előzetes alap, az alapvető bizalom, egy korábbi élmény vagy egy huzamosabb kapcsolat, amely már magától értetődővé teszi azt, hogy bízunk abban a másik személyben, abban a másik emberben, mert megalapozta a bizalmunkat, hihetek neki, elfogadhatom őt. Nem mindig vagyunk egyforma állapotban, nem szabad számon kérnünk egymástól azt, hogy mindig, mindig ugyanúgy viselkedjünk, ugyanolyan közlékenyek legyünk, ugyanannyiszor és ugyanolyan nagy bizonyossággal adjuk a szeretetünk jeleit, de éppen azon múlik a bizalom, hogy el tudom-e fogadni a másikat a maga változandóságában is, amikor nincs tapasztalati valóság, amelyel magát kifejezi. Pontosnak tartom, hogy ezeken gondolkodjunk, amikor a zsidók hitetlensége című szakasz kezdődik János Evangéliumának olvasásában, a 12. fejezetben, a 37. verssel kezdődően, miért kellett volna a zsidóknak, vagyis Jézus környezetének bízniuk? Miért kellett volna, hogy bizalmukat Jézusba fektessék? Ezeken eltűnődve, Izaiás profétára hivatkozik az evangélista. Itt olvassuk tehát a 37. verssel kezdve, Jól lehet, ennyi csodát tett a szemük láttára, mégsem hittek benne. Ez a 37. vers. Hát elég is nekünk, hogy az előbbi gondolatsorhoz még ezt hozzávegyük. Jézus sok csodát tett a szemük láttára, ez is fontos, hogy a szemük láttára. Tehát tapasztalati módon tette a csodákat. Nyilván a csoda az mindig tapasztalható, ettől csoda. Ha nem vennénk észre, hogy valami rendkívüli dolog történik, akkor nem beszélnénk csodáról, nem beszélhetnénk. A csoda az éppen, hogy egy rendkívüli jel, valami tudományosan vagy a korábbi tapasztalatainkkal meg nem magyarázható változás, valami rendkívüli változás, ami jelként hat az emberre. Ehhez pedig kell, hogy érzékileg tapasztaljuk, tehát az érzékszerveinkkel tapasztaljuk általában a szemünk láttára történjen valami, vagy a feltámadás csodája, mert azért az is csodaszámba megy az ember számára. Tamás apostolnak azt jelentette, hogy ő érinteni akarta Jézus feltámadt testét, tehát így módon Jézusnak a csodája, Csodái mindig hatnak az érzékszervekre. És itt arról beszél az evangélista, hogy a szemük láttára sok jelét vitte végbe a, a, a csodáinak. Tehát így beszél a, a Szent István társulati szöveg. Jó lehet, ennyi csodát tett a szemük láttára, mégsem hittek benne. A Farkasvalvi Dénes fordítása szerint a kommentárban úgy hangzik ez a szöveg, ez a 37. vers, hogy bár oly sok jelét vitte végbe szemük láttára, mégsem hittek benne. Tehát itt a jel is fontos kifejezés, meg az, hogy a szemük láttára történik. Tehát tapasztalattá válik a csoda, de mivel a csoda rendkívüli dolog, nem magyarázható meg, a mindennapi korábbi tapasztalatainkkal, akár tudományos módszereket vetünk latba, akkor sem lehet azzal megmagyarázni, vagyis lehet, az, az a helyzet is előfordulhat, hogy meg lehet egy csodát magyarázni. De a csoda mondjuk attól maradt csoda, hogyha például egy gyógyulás, ha le is írható, le, leírható lenne az, hogy milyen folyamatoknak kell megtörténnie, vagy gyógy, gyógymódoknak kell megvalósulniuk. Tehát egy hosszabb folyamat eredményeképpen valaki meg tud gyógyulni, és akkor erre van egy tudományos magyarázat. A csoda éppen attól csoda, hogy valaki hirtelen meggyógyul. Nincs semmiféle egyéb folyamat, vagyis a folyamat olyan gyors, hogy egyik pillanatról a másikra megmagyarázhatatlan rendkívüliséggel történik. Tehát jelet adott Jézus, mégpedig csoda jeleket, mégsem hittek benne, annak ellenére, hogy a szemük láttára tette. Akkor most mit kell számon kérni Jézus kortársain, az ő környezetén? Hogy nem hittek a csodákban? Vagy nem hittek a jelekben? Mert ugye, a, ha már a jeleket látják, akkor az még önmagában az tapasztalás, ahhoz nem kell a hit. A természet felettihez kell a hit, és a csodában, vagy más szóval a Jézustól kapott jelekben, isteni beavatkozás történik, isteni jelzéseket kaphat az ember. Istentől jövő. Jelzéseket, vagy rendkívüliségeket, és éppen ez a csodának a háttere, hogy a csoda egyedül Istené. Isten tud, vagy tehet egyedül csodát. Tehát az ember tapasztalhat, tehát nem azt kell számon kérni Jézus környezetén, hogy nem figyelt oda, vagy nem vette észre a csodákat, amiket a szemük láttára tett Jézus hanem annak az eredetével voltak bajaik, tehát nem ismerték föl annak forrását, hogy a rendkívüli jelekben, már ez, ez idáig a 12. fejezetig sok ilyet láttunk, gyó, gyógyítást, vakon született gyógyítás, a kenyérszaporítás, vihar lecsendesítés. Tehát voltak itt már csodák János evangéliumában, és most már ott vagyunk, hogy Jézus készül a megváltó művére, és így összegzi az evangélium, hogy nem, vet, nem vettek tudomást ezekről, nem hittek benne, nem tulajdonították isteni cselekedetnek, természetfelettének azt a sok rendkívüli jelet, vagyis csodát, amit Jézus tett a szemük láttára. Tehát az isten hitükkel volt probléma nem a szemükkel, mert hát láthatták a csodákat. Az Isten hit az, amit számon kér az Úr Jézus, azt a hitet, hogy az ő Isteni eredetét, messiási küldetését el tudja-e fogadni a környezete. Hát ezért viseli a címet itt a 12. fejezet 37. versével kezdődően ez az új szakasz, hogy a zsidóság elveti Jézus jeleit, vagyis a zsidók hitetlensége. Ebevezető után tartsunk most rövid szünetet. Kedves nézőink, most folytatjuk a Lélekemelő című vallási műsort, műsor folyamot és annak mai adását. A Lélekemelőben szentírást olvasunk, vallási kérdésekről beszélünk, fogalmakat tisztázunk, saját lelki állapotunkkal is szeretnénk foglalkozni. Így tehát a Lélekem elő valóban egy olyan fontos műsorunk, amely segít eligazodni vallási dolgokban is, a szentírás különféle kérdéseiben. Most éppen a megváltás, Jézus isteni küldetése, Jézus csodái, a zsidók hitetlensége, ezek a témák fordulnak elő János evangéliumának a 12. fejezetében. A 38. vers egy hivatkozási pont, amit maga János apostol ír bele az evangéliumba. Nem tudtak hinni, amint Izajás ezt is megjövendölte. Itt következik, Én most a Szent István Társulat fordítása, illetve a Biblia kiadása szerinti szöveget olvasom. Ez már a, a 40. vers, az idézet, amelyel Izajás profétára utal az evangélium. Szemüket elvakította, szívüket megkeményítette, hogy ne lássanak a szemükkel, és ne értsenek a szívükkel, nehogy megtérjenek és meggyógyítsam őket. Ez tehát a szöveg, amelyre azt mondja a magyarázat, itt a Szentírás lábjegyzete például erről azt írja, hogy ez a rész Jézus nyilvános működésének összefoglalása, és annak, hogy mi az oka a Jézussal szemben tanúsított hitetlenségnek? Jézus igazolásul Izajás profétára hivatkozik az 53. fejezet első versére. Mit kell még tudnunk erről, hogy beigazolódjék? Érvelni akar az evangélista, magyarázatot keres, visszanyúlik, a magyarázat az Ószövetségbe, a profétai jövendőlésekre, az Úr szenvedő szolgájának esetére. Nem kell szó szerint úgy értenünk, az emberi hitetlenség csak eszköz arra, hogy Izajásnak igaza legyen, tehát nem a profétát akarja igazolni az apostol, hogy Jézus korában a messiás környezete hitetlenséget tanúsít. Inkább fordítva, az isteni terv szemszögéből mindez nem meglepő. Nem kudarca szószoros értelmében, hiszen már Izaiás előre megmondta, hogy így fognak viselkedni. A megváltó eljövetelekor az emberek. Értetlenek vagy hitetlenek? A Szenvedő Szolgáról szóló részből van ez a vers, az 53. fejezetből, annak első verse. Ez valójában a Szenvedő Szolgáról szóló utolsó költemény, mert több ilyen rész is található a profétánál, mely leírja a Szenvedő Szolgát, illetve az Úr szolgájának a jellemzőit a korábbi állapotát is nyilvánvalóan, nem csak a szenvedés állapotát. Ez a szöveg az őskeresztény krisztológiának, vagyis a Krisztusról szóló beszédnek legfontosabb alapjául szolgált, és aztán erre hivatkozik maga az Úr Jézus éppen a szenvedésére, a megváltó szenvedésére. Ezeket kell elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe, ezzel fog majd érvelni az Emmauszi tanítványoknak is, akik nem értették a többi tanítványjal együtt, az apostolokkal együtt, nem értették, hogy miért kell, kellett, mert ez már a megváltás műve után történik, a keresztáldozatot követően, miért kellett a messiásnak szenvednie, miért kellett meghalnia, talán kudarcot vallott a küldetése. Ez a kicsinyhitűség, ez a bizonytalankodás él a tanítványok szívében, és most kifejezetten Szent Lukás leírására gondolva, az Emmauszi tanítványoknak a lelki állapotára utalunk, akiknek Jézus elmagyarázza azt, hogy el kellett ezeket szenvednie a messiásnak. Így juthatott be az ő dicsőségébe. Már itt is előzményként szerepel, hogy a szemüket elvakította, szívüket megkeményítette, hogy ne lássanak a szemükkel, ne értsenek a szívükkel. Lehet, hogy látnak a szemükkel, erre mondtuk az imént, hogy végül is nem a szemükkel volt probléma, de lehet, hogy valaki látta szemével, de mégsem fogja föl a tudatában azt, amit lát az érzé, vagy tapasztal az érzékszerveivel. Ilyen is előfordul, tehát az érzékszerv az rendben van, egészséges, vagy működik, csak maga az ember nem működik jól, hogy van, aki még a saját euh, érzékszerveinek sem akar Hinni, milyen sokszor elmondjuk, amikor úgy hitetlenkedünk, valami rendkívüli dologról van szó, hogy hát nem hiszek a fülemnek, vagy nem hiszek a szememnek. Szóval amikor úgy, vagy csodálkozunk, vagy valami meglepetésér, és nem akarunk valamit felfogni, akkor felnagyítjuk azt, ezt a meglepetést és az élményt, hogy hát nem hiszek a fülemnek, vagy... Tehát olyan jó hírt hall valaki, hogy nem akarja elhinni. Vagy sajnos akár rosszat is tapasztalunk az érzékszerveinkkel, hát azzal is lehetnek különböző gondok és nehézségek. Tehát van, amikor hiába működik az érzékszerve, a tudat, a felfogó képesség vagy az akarás hiányzik, hogy ezt egyáltalán, vagy a figyelem, lehet, hogy észre sem veszem, ami történik. Látom, vagy hallom, de nem veszem észre. Ugye sokszor beszélünk a válogató hallásról, a szelektív hallásról, hogy amikor úgy ráerősítünk, hát nem, nem hallod, hogy mit mondtam, amikor ilyeneket szoktak kérdezni mondjuk a szülők, a gyermekeiktől, vagy egymástól az emberek, hogy hát nem hallod, mit mondtam, akkor nyilván nem a fülével van baj az embernek, hanem az akarásával, hogy nem akar valamit meghallani, vagy nem akar valamit észrevenni. Milyen sokszor láthatunk bajba jutott embereket, és inkább az ember elfordítja a tekintetét például. Milyen sokszor van az, hogy nem tudjuk felmérni például az utcán valakinek az állapotát. Nyáron ez még nem probléma, hogy valaki a földön fekszik, vagy alszik, mert azt látjuk azért. De hogy ki éppen milyen állapotban van, vagy miért van úgy, azt nem tudjuk, és ha nehezünkre esik, vagy nincs időnk, hogy segítsünk. Hát akkor inkább az ember azt nem veszi észre. Tehát azt tudjuk jól, hogy úgy teszünk, mintha nem látnánk, vagy nem vednénk észre. Hát itt van a próféta szava, szemüket elvakította, szívüket megkeményítette, hogy ne lássanak a szemükkel, tehát ne vegyék észre azt, amit észre kell venni, vagy ne érezzenek a szívükkel, ne értsenek a szívükkel. Mert a megértés már az belül történik, hogy összhangba hozom a látottakat, hallottakat, a tapasztalati világot a felfogó képességemmel és, és a magyarázataimmal. Tehát próbálom megmagyarázni azt a dolgot, amit tapasztaltam. Úgy tűnik, hogy ezt az Úr megengedi. Hát nem ő hinti be őket valami értetlenséggel, hanem elviseli, vagy megengedi, éppen az emberi szabadság miatt, éppen a hit megvallása érdekében, mert ha minden annyira bizonyos és magától értetődő volna, hogy mellőzhetnénk a hitünket, az állásfoglalásunkat, akkor talán könnyű lenne a helyzetünk, de akkor. Hol van a hit próbatétele, hol van a szeretet, hogy tudunk választadni a Jó Istennek, ha nem hagy olyan területet az életünkben, amely a hitünket próbára teszi. Ugye erre szoktuk azt a szót használni, hogy az Isten megkísérti az embert. Tehát ez egy sajátos irány, amikor az Úr az embert megkísérti. Más szóval ez azt jelenti, hogy próbára teszi az embert. Ezért a mi atyánkban az a talán kevésbé érthető utolsó előtti fohász, hogy ne vigy minket kísértésbe, sokszor félreérthető, mert a kísértés általában a rosszra jelenti a köznyelvben és hogy az Isten kísérti az embert, ez szokatlan, vagy aki nem hívő esetleg, vagy még a hívők is esetleg kevésbé értik, tehát nem értik ezt a kifejezést. Tehát az Úr próbára teszi az embert, engedi, hogy a hitét tisztázza, a hitét megvalja. Tehát ez a próbatétel, amelyben az Isten lehetőséget ad, hogy válaszoljunk neki, ez fontos mindannyiunknak. Azt szoktuk kérni, hogy ne tegyen erőnkön felül próbára az úr. Ezt kérjük, hogy, hogy ne bukjunk el a próbatételen. Tehát itt inkább a megengedést kell értenünk a profitai jövendőlésben. Azért nem tudtak hinni, mert ahogy ugyancsak Izaiás mondja, szemüket elvakította, hogy ne lássanak a szemükkel. Előtte azonban volt még egy mondat, ami valójában hivatkoztunk arra, hogy Izaiás 53.1, tehát az 53. fejezet, de a 38. verset éppen kihagytuk még ez idáig, Uram, ki hitte, amit hallottunk, és kinek lett nyilvánvaló az Úr hatalma? Ez az a mondat, ez a vers, amire itt uh, hivatkozik a magyarázat is, a Szenvedő Szolgáról szóló utolsó költemény. Ez a kérdés, lelkiismeretvizsgálati kérdés, hogy ki. Hitte, amit hallottunk. Vagyis, itt megint összekapcsolódik a hit, a bizalom, meg a tapasztalás. Mégis szükség van a hitre, hiába tapasztal valamit az ember, hiába hall, vagy ez utóbbi példában a látás, amire hivatkozik a proféta, próbára teszi az Úr az érzékszerveinket, amelyek ugye működnek vagy működhetnek, de miként hatnak ezek ránk, ez már rajtunk múlik. A mi nyitottságunkon, a mi bizalmunkon, a befogadó képességünkön. Menjünk tovább, tehát most már a 12. fejezetből a 37., 38. és 39. és 40. verset is elolvastuk. Szépen átgondoltuk ezt a második részben. De a mai adás harmadik része előtt is szükséges egy rövid megállás, tartsunk ismét szünetet. A lélekem előtt című vallási műsorunk mai adásának harmadik részéhez érkeztünk, és a János Evangélium 12. fejezetének pedig a 41. verséhez. Ezt mondta Izaiás, amikor látta dicsőségét és jövendölt róla. Mégis még a tanács tagjai közül is sokan hittek benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre tartották az emberek megbecsülését, mint az Isten dicsőségét. Amint emlékezünk az előző adásról, ezeket a verseket is már elolvastuk, és Ugyanakkor még mindenről nem beszéltünk, mert én csak kiemeltem ezt a utolsó mondatot, és a mindennapjainkra hivatkozva töprengtem azon a mondaton, hogy többre tartja valaki az emberek megbecsülését, mint az Isten dicsőségét, és ez nagyon fontos önvizsgálati kérdés, hogy a hitünk dolgában van-e bennünk meghátrálás, van-e bennünk tétovázás, vagy netán félelem az emberi tekintetektől, hogy ki mit gondol rólunk, vagy hogyan néz ránk, ha megtudja, hogy mi hívő emberek vagyunk, hogy mi Jézus Krisztust követjük, vagy az ő értékrendje szerint élünk. Hogyha emiatt hátrányt szenved az ember, pedig nem is kell okvetlenül, hogy üldözést szenvedjen, mert a keresztény vértanuk a Krisztus hitért vérüket adták, ontották, vagy kiontották az ő vérüket, tehát az életüket adták oda a hitük megvallása érdekében. Sokszor nekünk ezt nem kell megtennünk, csak éppen félünk attól, hogy valaki nem fog velünk barátkozni, vagy Kurcsán néz majd ránk, ha elmondjuk, hogy mi hívő emberek vagyunk. Milyen érdekes ez a fiatalok esetében is az ismerkedés dolgában. Vannak olyan ismerkedési szakaszok, vagy olyan ifjú párok, akik ezt a kérdést hátra helyezik, hátrép helyezik, és ilyen alapvető dolgot nem tisztáznak, amely egyébként egy közös életnek és egy életre szóló kapcsolatnak alapvető szempontja. Tehát nyilván nem evel kezdődik az ismerkedés. Ettől függetlenül én nem felejtem el azt a gyermekkori élményemet, amikor egy szott a szakszervezetek országos tanácsa, ez volt a szott, a valami szott üdülő, nyaralhattam, ahol két hétig tartózkodtunk, már nem tudom megmondani, hogy melyik, melyik, helyszín volt ez, mert többször is voltam ilyen nyári szakszervezeti üdülésen a gyerekkoromban, és aztán úgy ültünk a asztalnál, többen, hát nyilván mindig többen ülünk egy asztalnál, de éppen úgy ültünk együtt néhány társammal, gyerektársammal, hogy pénteki nap volt, és valami húsétel volt, és akkor még szigorúbban vettük a hústilalmat a pénteki napokon. Most tudjuk, hogy inkább bűnbánati napnak nevezzük a pénteket, amikor nem kötelező a bőtölés, a hústilalom nem áll fenn. Az év Többségében csak a nagybőti péntekeken van. Ez éppen nem volt nagybőt ez egy nyári nyaralás volt, és üdülés, ugyanakkor nem nyúltunk a húshoz. Na, és akkor hirtelen fölismertük egymást, hogy ugyanannál az oknál fogva nem ettük meg a húst. Tehát ez egy olyan élmény maradt bennem még. Valóban egy gyerekkori élmény, hogy azért akkor is voltak hitre nevelt gyerekek. Hát most elsősorban nem a saját neveltetésemmel akarok hivalkodni, hanem éppen a társaim magatartására utalok, és már is hittestvérekké váltunk, mert tisztáztuk magunk vagy egymás között, hogy hasonlóképpen gondolkodunk, és az értékrendünk is hasonló. Tehát nem egy elhanyagolható kérdés, még akkor sem az, hogy hogyan valljuk meg a hitünket, hogy számítanak-e az emberi tekintetek. Nagyon sokaknak számítanak, számít az, hogy mit gondol valaki rólam, nem beszélve, ha még valami szigorúság is, vagy szigorú tekintet is előfordul amikor még ráadásul netán meg is tiltják azt, hogy én a hitemet megvalljam, akár valami külső jellel, vagy akár sokszor ilyen is van, hogy egy ékszerrel is valaki feltűnést kelt, gondolok mondjuk egy nyakban hordott keresztre, feszületre, ami egyeseknek nem tetszik, a másként gondolkodóknak, akik olyannyira becsülik az emberi szabadságot, hogy a, aki keresztény módon akarja megvalani az értékrendjét, annak nem jár ki szerintük ez a fajta szabadság. Tehát most nem bonyolódom bele ezekbe az ellentmondásos kérdésekbe, a mai világnak a kettős mércéibe, ahogy szoktuk ezt mondani. De egyszerű esetekben is, még akár a családban is, amikor azt mondjuk, hogy jobb a békesség, és ezért nem szólnak a nagyszülők, ha, ha mondjuk a, az unoka neveltetése nem megfelelő módon történik, keresztény módon, vagy akár nincs megkeresztelve, és ö, nem Valják meg kellőképpen a meggyőződésüket, hogy hát egymás üdvösségért is felelősek vagyunk, és a lelki életéért is. Hát ilyenekre gondoltam, amikor itt ezt a mondatot már a múlt alkalommal is felolvastam, hogy az emberek többre tartották, vagyis a Jézus környezetében a farizeusok többre tartották az emberek megbecsülését, mint az Isten dicsőségét. Vagyis, hogy elfogadják Jézusnak az isteni küldetését. Most azonban még itt egy fontos gondolat is előfordul ebben az új részben, hogy Izajás látta dicsőségét. Hát kinek a dicsőségét látta? Hát az Isten dicsőségét. Csodálatosan olvasható ez. A, a, ez a jelenet Izaiás könyvének a hatodik fejezetében, mégpedig a, az első versekben, Izaiás könyvének, hatodik fejezete, Izajás meghívása. Az első nyolc vers szól erről a meghívásról, és egyúttal ezt az a cími, címet viseli, hogy az Immanuel könyv. Nézzük meg, hogy mire utalhat János Apostol, amikor azt mondja, hogy látta az, az úr dicsőségét minden bizonyal, Izajás meghívásának történetére gondol, amely így hangzik. Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzi a király, láttam az urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és Uszája betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte. Mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Kettővel befőtték arcukat, kettővel a lábukat, s kettővel lebegtek. És harsány hangon mondogatták egymásnak. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet még a küszöbök alapjai is megrendültek harsány hangjuktól, és a templom tele lett füsttel. Erre így szóltam, jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkó ember vagyok, és tisztátalan ajkó nép között élek. Mégis szememmel láttam a királyt, a seregek urát. Akkor az egyik szeráf, oda repült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról vett. Megérintette vele az ajkamat, és így szólt. Nos, azáltal, hogy ez megérintette ajkadat, eltűnt, gonoszságod és bocsánatot nyert a bűnöd. Aztán hallottam az úr szavát, amint így szólt kit küldjek el, ki megy el nekünk? Így válaszoltam, itt vagyok, engem küldj. Csodálatos ez a történet, Izaiás meghívása. Nem csak azért kedves, mert még a teológiai tanulmányaim idején ezt eredeti nyelven is kellett ismerni vagy elemezni, hanem most is fontos, liturgia szerető embernek, hiszen ebben a részben szerepel ez a úgynevezett Trisszágion, a, három, háromszoros szent megvallása, ahogy elhangzik a lebegő szeráfok ajkáról, hogy szent, szent, szent a seregek a háromszor szent az Isten, így szoktuk mondani, mert ez az angyali megvallás háromszor mondja ki a szent szót. És amúgy is egy angyalos templom plébánosának, itt a gazdag léti szent angyalok templomban, különösen fontos ez a szép jelenet, amely angyali szereplőket is bemutat, mert gondoljunk csak bele, az Úr megjelenik, megmutatja az ő udvartartását, megmutatja a dicsőségét, láttam az urat, magas, fönséges, királyi széken ült, uszája betöltötte a templomot. De hol van ez a látomás? Hát a templomban, az Isten házában. De Izajás a mennyei udvartartást látja, hiszen ott vannak az úr körül, az előbb említett szeráfok, ott az angyali világ. Azért magyarázatképpen a Biblia lábjegyzetét is idézem ennél a pontnál. Ez a részlet Izajás profétai meghívásának a leírása. A költői szépségű elbeszélés tele van mély teológiai gondolatokkal. A Jeruzsálemi templomban lezajlott, ott lezajlott látomásról van szó, mely izajással megsejteti Isten megközelíthetetlen főségének és szentségének titkát. És itt vannak azok a mennyei lények, akik Isten királyi kíséretét alkotják, ezek a szeráfok, ugye 6-6 szárnyal, a három háromszoros szent, a szó háromszoros megismétése, Isten szentségének végtelenül magas fokát jelenti. Ez a szentség, ez követeli meg, hogy az Isten szolgálatára rendelt ember legyen tiszta minden bűntől mentes. Hát erről van itt szó, amikor azt olvassuk, a 12. fejezet 41. versében, amikor ezt mondta Izajás, amikor látta Isten dicsőségét, és jövendölt róla. Hát erre gondoljunk a hatodik fejezet első nyolc versére, amely Izajás prófétai meghívását mondja el, könyvében erre utal itt János evangéliuma is. Ennyit tudtunk megismerni az új szövegből, ennyi információhoz juthattunk a mai alkalommal. De a műsoridőnk lejárt, a Lélekemelő című vallási műsorunk mai adásának végéhez értünk. Minden kedves nézőnk és szeretteik életére köszöntésképpen is Isten áldását kérem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!